zászlónak, tiszte, leg! 17 katonai szervezettől 147 magyar katonát búcsúztattak el ünnepélyes keretek között az Alba Régia laktanya alakuló terén. Az MHEUFOR kontingens 26. váltása Bosznia-Hercegovinában fog ellátni békefenntartói feladatokat. Bosznia-Hercegovina a bonyolult etnikai és vallási helyzete, illetve igen speciális államszerkezete miatt a mai napig nem tekinthető stabil államnak. Állandó törékenység jellemzi, folyamatos a konfliktusok lehetősége, azonban az EUFOR Altea misszió erősíti a térség biztonságát. A katonák február 28-ától 2023. február 27-éig teljesítenek szolgálatot a műveleti területen, járőrözés, objektumőrzés védelem, nemzetközi törzsvezetői feladatok, valamint tűzszerészi feladatok kapcsán. A hazautazást követően szeptembertől 117 fő hazai katonai szolgálatot lát el, valamint 30-an továbbra is műveleti területen teljesítenek szolgálatot. A magyar kül- és biztonságpolitika számára kiemelkedő fontosságúak az itt szolgálatot teljesítő missziók, mert ezek által biztosítható, hogy a közvetlen szomszédságunkban ma is létező biztonsági kihívások minél kisebb mértékben legyenek közvetlen hatással Magyarországra és a magyar emberek mindennapi életére. A Magyar Honvédség parancsnoka vezényli február 28-a és március 10-ei kiutazással 6 hónap időtartamra az MHEUFOR kontingens 26. váltása állományát Bosznia-Hercegovinában. Az ünnepségen a város és az önkormányzat részéről Cserpalkovics András polgármester mellett Varga Tamás és Törő Gábor országgyűlési képviselők is részt vettek.